Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a 2024-es Balaton Sound Festivalról szeretnék néhány érdekességet megmutatni, és persze Pump Gabó, más néven Pumped Gabó, negyedik félmeztelen Tesco-ba menését is szeretném, hogyha megmutathatnám. Igyekszem rövidre foglalni, nehogy valakinek agy sorvadása legyen ennek következtében, de néhány dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni. Ebben a szent pillanatban megindítunk a negyedik félmeztelen Tesco-ba menést, let's go! Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Végtelen dolgot ki lehetne emelni ezzel a fesztivállal kapcsolatban, és meglepően sok videót megnéztem ahhoz képest, hogy milyen primitív ez az egész. Legalábbis így persze nyilván az ember 45 évesen másként tekint a világra, főleg úgy, hogy túl van már rengeteg ilyen dolgon. Ezért nem is akarok álszentnek tűnni, azonban az elmúlt egy-két évtized megváltoztatta azt, ahogyan én gondolkodom a világról. Az atya hozzásegített ahhoz, hogy legyen egy olyan perspektívám, ami lehetővé teszi azt, hogy sokféle különböző dologból le tudjam szűrni. Az, hogy mi is az, amit ő üzenni szeretne ezáltal nekünk. Azért mondom ezt el, mert a cél nem az, hogy lejárassam ezeket az embereket. Abban ők nagyon jók, nem is biztos, hogy szükségük van rám. A cél az lenne, hogy bemutassak különböző területéről az életnek olyan eseményeket, embereket, amik tanulságot szolgálhatnak mindenkinek, hogy aztán jobb döntéseket hozzon a saját életében. De vágjunk is bele a közepébe, akkor ez rtl.hu bulvár részlegén Pump Gabó vagy Pumped Gabó egy nagyon komoly spirituális mester volt Jézus, ezt állítja ő. És olvashatjuk, hogy a testépítő influencert egyre jobban érdekli a spiritualitás, főleg, hogyha vékony könyveket olvasott a témában. Neville Goddard Hitedben a Sorsod című könyvéről azt mondja, hogy nagyon figyelemre méltó, szó van benne a vonzás törvényéről, Istenről, szó van benne a Bibliáról is, igazából azt értelmezi az író. Ahogy mondtam, nem fair, én úgy gondolom bántani ezeket az embereket, de az emberek egy jelentős része átesik ezen az ostoba primitív fázison, amikor még fiatal is csinálja az ökörséget, és azt hiszi, hogy soha nem lesz annak következménye, illetve az az idő nem fog elmúlni, nem öregszik meg, amikor már nem folytathatja ezt tovább. Úgy hiszem, hogy ő most ebben a fázisban van, vagy inkább ennek a fázisnak a végén legalábbis, ahogy az interjúkat olvasom vele. És nem akarok belőle sztárt csinálni. Az, ahogyan ez az ember viselkedik, illetve él, az egy szindróma, az egy tünetegyüttes, az jellemző a férfiak egy jelentős részére abban a korosztályban, amelynek ő a tagja. Folytatja tovább, mert bár a Bibliában egyébként olyan komoly dolgok voltak leírva, hogy elképzelni nem tudjátok, már Jézus leírta a vonzás törvényét, ebből látszik, hogy ő Isten fia, mert egy nagyon komoly spirituális mester volt. Ezt értelmezi az író is ezeket a tudásokat, hogyha megtanuljuk és tanulmányozzuk és beletesszük az életünkbe, akkor az életünk az pozitív irányba fog nagyon erősen változni. Ha valaki figyelmesen olvassa vagy hallgatja azt, amit Gabó beszél az interjúk során, akkor rájöhet arra, hogy mi is az, ami az ő hitvallása, hogyan vélekedik ő Istenről, mi az, amit ő szeretne. Itt van egy másik, ez 24.hu, amikor múltkor elvittem a követőimet a templomba, akkor is volt már olyan komment, hogy én fideszes álszent lettem, de szerintem a Fidesz és a kereszténység nem találkozik. Nekem is nehéz már olyat csinálni, ami ostobaság, és nem akarok az embereknek már ostobaságot adni, olyanokra jöttem rá, tanultam az évek alatt, amit jó lenne átadni másoknak. Csak ezek olyan dolgok, amiket nem csak úgy megnéz az ember, röhög rajta kicsit, hanem olyan, amiken gondolkodni kell. Van egy vágy tehát ebben az emberben, mint ahogy úgy hiszem, hogy az emberek vagy a férfiak többségében arra, hogy cselekedjenek valami jót, valami hasznosat, konstruktívat a világban maguk körül, és azt jobbá tegyék. A probléma az, hogy a lehetőség el van rejtve előle. Egyértelmű az, amit mond, ha az ember ökörséget akar csinálni, az érdekli a többieket, attól híres lesz, azt valamilyen úton, módon promotálja a rendszer. Azonban, ha bármi komolyról szeretne beszélni, az nem érdekel senkit. Figyeljük meg ugyanezt a gondolatot, miként kerül elő 2000 évvel ezelőtt már a korintusiakhoz írt első levélben, első fejezet 18-as verstől. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, magyarul a világi embereknek, de nekünk, kik megtartatunk,
ez Elohimnek vagy Istennek az ereje. Az, amit mi szeretnénk átadni az embereknek, úgy értem azok, akik valóban hívők és a Biblia igazságát szeretnék megismertetni a világgal, az ostobaság lesz számukra, az bolondság lesz számukra, míg mindaz, amit a világ kínál, azt ünnepelni fogják és szeretni, mint ahogyan az van ma. Köszönhetően persze a közösségi médiának elsősorban, ahol futótűzként terjed a hülyeség. És az algoritmus által a rendszer képes visszaszorítani mindazt, amiben van valódi tartalom. Nem arról beszélek, hogy ő szeretné a jó hírt, az igazi jó hírt, a biblikus jó hírt átadni az embereknek. Csak beleütközött abba a falba, amiről oly sokat én már beszéltem. Ha valaki tartalmat szeretne, úgy értem tartalmat, értékes tartalmat, bibliai igazságot, értelmet, ismereteket átadni az embereknek, az nem fogja őket érdekelni. És minél inkább tolódik el az ember a komolyság felé, afelé, amin gondolkodni kell, ami előre vinni, annál kisebb réteget fog érdekelni az. Minél több ökörségről beszél, vagy csinálja azt, annál nagyobb népszerűségre tehet majd szert. Egy ponton tehát az ember kompromisszumra kényszerül, különösen egy olyan szereplő, mint amilyen ő, vagy amiben feltételezem sétál bele a fiatalok többsége. Hogyha valaki népszerű szeretne lenni, akkor elég, ha alsógatyában parádézik a Tesco-ban, és meg fogják nézni több százezren. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!